A magyarországi baptistáknak szerteágazó szolgálata van. A gyülekezeteinkben, vagy a környező országok testvériségében is szolgálhatunk, de ugyanúgy oktatási, szociális területen is sokféle tevékenységünk, sokféle intézményünk is lehet. Az utóbbi időben előtérbe került az egészségügy területén a szolgálatnak a lehetősége. Az Életerő Misszió ezt támogatja közösségünk egy fontos területén, szolgálatában. Érzékeljük azt, láthatjuk azt, hogy milyen fontos, milyen meghatározó azoknak a szolgálata, akik orvosokként, ápolóként, gondozóként az egészségügy különböző területein értünk dolgoznak. Hálásak vagyunk értük. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy milyen hiányok vannak. És én különösen az ápolásban, a gondozásban szolgálatot végzőkre szeretném irányítani a figyelmet. Kedves fiatal nőtestvérek, férfiak, vagy éppen akár a nyugdíj előtt álló, de aktivitást még továbbiakban is vállaló, kereső testvérnők, testvéreink, hadd hívjam fel a figyelmeteket erre a szolgálatra. Nagyon fontos az, amit végeznek az ápolók, a gondozók, akár egy kórházban, akár egy szociális intézményben. Azok, akik ebben az ellátásban, ebben a helyzetben, mint betegekként, mint ellátottakként benne vannak, látják azt, milyen fontos, hogy valaki igazán szolgálatként végezze ezt. Hittel és szakértelemmel, azaz jó lelkiséggel, és megfelelő ismerettel végzi ezt a szolgálatot, nagyon fontos, hogy hozzátegyen, hozzáadjon a lelkiségéből valamit, egy jó szót, talán egy picivel többet, talán másképpen, más módon, más lélekkel, lelkiséggel, ami hozzánk méltó, a baptisták évszázados életéhez és szolgálatához méltó. Ebben az időszakban tehát hadd hívjam fel a figyelmet erre a szolgálatra, erre a lehetőségre és erre a hiányra. Mert szeretnénk mi magunk is és gyermekeink is egy olyan világban élni, amelyben ebben a szempontból is, az ellátásban is nem csupán biztonság van, hanem törődés van, szeretet van. Hívunk benneteket, hogyha Isten mozgat erre, hogyha az Isten szent lelke elhív benneteket erre a szolgálatra, kapcsolódjatok ti is be. Köszönjük előre is a készségeteket.